Megújult épületben, bővített kapacitással és korszerűbb technológiával folyik a szennyvíztisztítás a kálósemjéni szennyvíztisztító telepen. A nagyközség még 2016-ban nyert pályázatot a korszerűsítésre, melyet szerdán adtak át, a telep azonban folyamatosan üzemelt az elmúlt időszakokban is. Az elmúlt évek folyamán egy 150 köbméter kapacitású szennyvíztelep működött a településen, amit most a mai napon sikerült 350 köbméterre emelnünk. Ez mindenképpen biztonságosabbá teszi az itt élőknek a mindennapjait, illetőleg úgy látjuk, hogy a környezetvédelem tekintetében is egy hatalmas előrelépést tettünk. Ebből azokból kifolyólag is én az elmúlt hetekben kimentem a szennyvíz tisztító telep tisztított szennyvízének a végpontjához, és ott halakat találtam, ami mindenképpen azt mutatja, hogy a szennyvíz tisztító telepen megtisztított szennyvíz az tiszta. A szennyvíz tisztító telep záró rendezvényén Cseresnyés Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium államtitkára arról beszélt köszöntőjében, hogy a beruházás a helyiek életkörülményeinek javítása mellett a településhez való ragaszkodásukat és így Kállósemjén népesség megtartó erejét is növeli. Pontosnak tartom a népesség megtartó erőt, amit én lélek megtartó erőnek tartok, és ez a mai ünnepség itt Kállósemjénen is ezt segíti. Hisz egy beruházást adtak át, olyan beruházást, amelyik az itt élő embereknek a kényelmét biztosítja. És az elmúlt 8 évben, ahogy polgármester úrral és képviselő úrral beszéltem, számtalan olyan fejlesztés történt ezen a településen, amelyik az itteni embereknek, az itt élő embereknek az identitását, a közösséghez való ragaszkodását segíti. És még lesznek olyan beruházások, amelyek ezt erősítik, és az iskolát fejlesztik, bölcsöde építésre kerül sor, kerékpárutat építik, tehát olyan kényelmi, vagy éppen közösség erősítő beruházások valósulnak meg, amelyek ezt a bizonyos lélekmegtartó erőt erősítik az itt élőkben, és erősítik a ragaszkodást adott településhez, adott térséghez. A záró rendezvényen elhangzott, a megyében mintegy 17 településen történt szennyvízberuházás, melyek a környezetvédelem szempontjából is kiemelkedően fontosak.